Az anyagok és a fény kölcsönhatása közül jellemző, hogy az anyagok, különösen az áttetsző oldatok a fény egy részét elnyelik. Látható és ultraibolya tartományban mérő készülékek képesek meghatározni az elnyelt fény mennyiségét. A mérés alapja a Lambert-Baer törvény, amely alapján kimondható, hogy az abszorbancia, vagyis a fényelnyelésre jellemző érték arányos a koncentrációval. Amennyiben nem ismerjük a maximális elnyeléshez tartozó hullámhossz értékét, abszorciós spektrumot kell felvenni, ami azt jelenti, hogy készítünk az anyagból egy oldatot, ha látható tartományban akarunk meghatározni, azaz színes oldatunk van, akkor 380 nanométertől körülbelül 710 nanométerig, 10 nanométerenként felvesszük a fényelnyelését, és a görbe alapján meghatározzuk a legnagyobb fényelnyeléshez tartozó abszorbanciát. Ha már ismerjük ezt az hullámhossz értéket, akkor pedig mennyiségi meghatározást kalibrációs görbe felvételével végezhetünk. Kalibrációs görbét úgy készítünk, hogy klorofil, például a klorofil oldatból, vagy más standard anyagból higítási sort készítünk, megmérjük az abszorbanciáját, készítünk egy kalibrációs görbét, majd az ismeretlen oldatnak is megmérjük az abszorbanciáját, és leolvassuk a kalibrációs görbéről a koncentrációját. Készítettem kétféle fény intenzitásnak kitett növényi levélből klorofil kivonatot acetonnal, majd készítettem két hígítási sort, és az így meghígított oldatokat küvettába töltjük, és behelyezzük a spektrofotométerbe, behelyezzük a fény útjába a küvettát. Beállítjuk a megfelelő hullámhozt, 665 nanométeren mérünk, behelyezzük a nulla helyzetbe a desztillált vizet, a desztillált víz a vak oldat, és kalibrálunk. Kalibrálás után léptetjük a küvettátartót az egyes állásba, és leolvassuk az abszorbanciát, 0,205. Tovább léptetjük a kettes állásba, és leolvassuk az abszorbanciát, 0,253. Tovább léptetjük a harmadik oldathoz, 0,277, tovább léptetjük, 0,344, és az utolsó oldat 0,410 az abszorbanciája. Az utolsó két oldat ismeretlen koncentrációjú minta, behelyezzük a fény útjába a küvettát, és leolvassuk, 0,263 az abszorbanciája, az utolsó oldatnak pedig 0,295 az abszorbanciája. A milliméter papíron ábrázoljuk a leolvasott abszorbancia értékeket a koncentráció függvényében, és meghatározhatjuk az ismeretlen klorofil koncentráció értékét.